A Fidesz ingatlan botránya után egy olyan hangfelvétel látott napvilágot, amelyen Oroyán Sándor vállalhatatlan kijelentéseket tesz, fogalmazott Mirkóczki Zita, az ellenzéki pártszövetséget megtestesítő, egységben a Városért Egyesület színeiben induló politikus. Hozzátette a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje, megválasztása esetén félelmet, egzisztenciális kiszolgáltatottságot és egypártrendszert akar Egerben. Semmi keresnivalója sem Eger közéletében, sem pedig a közgyűlésben a jövőben. Felszólítjuk Habis László polgármester urat, hogy határolódjon el ettől a hangfelvételtől, és azonnal hívja vissza Oroyán Sándort a képviselőjelöltségtől. Mirkóczki Zita hozzátette, az egységben a Városért Egyesület nem akar eltávolítani senkit a munkahelyéről a politikai meggyőződése miatt, sem uralkodni, ehelyett közéleti békét ajánlanak a szavazóiknak.